Sárospatak, a gazdasági helyzete kapcsán érdemes azt elmondani, hogy a szőlőterületek forgalma az független volt a jobbágytelektől. Szóval gyakorlatilag zselléri jogállással ő még birtokolhatott szőlőterületet, ami nem tette őt jobbágyá, és volt olyan területe, amit művelt. Valamint a szőlő miatt hatalmas mennyiségű bérmunkára volt ebben az időszakban is szükség, és gyakorlatilag ez az a gazdasági alap, a borkereskedelem, ami megteremti Pataknak a lehetőséget az iparra, így egy felvevő piaccá képes válni Sárospatak. Ugye az oklevélnek fontos pontja, hogy vámmentességet kapnak a patakiak. A patakiaké a legerősebb jog mondjuk így a környéken. 1570-ben Sátoraljaújhely is kap egy oklevelet Miksától, ők viszont csak a környező vármegyékre kapnak vámmentességet. A patakiak viszont az egész ország területén vámmentesen szállíthatják az áruikat, kereskedhetnek a borral, és ugye ezzel együtt jár az is, hogy kereskednek a többi termékkel is, ami Sárospatakon elkészül. Az is nagyon érdekes, hogy a patakiak szerettek volna 30-ad mentességet is kapni. Próbálkoztak, hogy úgy menjem az uralkodónál, de azt kifejezte, hogy mivel az a kincstárnak a jövedelme az alól nem menti fel őket, de ez felveti azt az esetleges lehetőséget, hogy valamikor még ennek is a privilégiumát élvezhették, hogy bizonyos esetekben még a 30-ad vám alól is mentesek voltak, de 1572-ben ezt már nem teszi lehetővé számukra az uralkodó. Ami látszik jól, hogy van egy pataki hagyomány, egy jogi hagyomány, ami a városnak tulajdonít jogokat. Itt ennek kulcsfontosságú momentum a korábbi részekben már említett Zsigmond-féle szabad királyi várossá nyilvánítás, ami után 2 évvel ő elajándékozza a várost, szóval nem tudjuk pontosan, hogy ez az oklevél említésből ismerjük, így gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen jogállás az, amire folyamatosan hivatkozik a város, és ezek a hagyományok is belekerülhettek abba a kérésbe, amit végül a 30-at kapcsán például nem erősített meg az uralkodó. Akkor egyébként is jellemző, hogy a mezővárosok arra törekszenek, hogy szélesítsék a jogaikat. Felvetődik az a kérdés is, hogy volt-e pallos joga például Sárospataknak. Úgy tűnik, hogy 3 esetet kivéve még halálos ítéletet is hozhatott a város. Minden esetre a gazdasági ereje és a jogi alapok kiszélesítése a városnak ez egy azonos vágányon haladó törekvése a 16. század második felében a településnek. Az úrnak 1628. évében, március havának 20. napján. Cseri Szabó Benedek főbíróságában, jöve személy szerint mi elünkben, itt Sárospatakon lakozó Teleki János, és tett ilyen vallást mi előttünk. Hogy ugyanitt, Sárospatakon lakozó Kun Balázsnak adott itt, Sárospatakon, szavanevő szőlőhegyünkön egy parlag szőlőt 50 forintokon örök áron, mely szőlőt Erdélyi Kristóf ellenzett, és 15. nap az ellenzés után azt a summa pénzt le nem tette, hanem ezért, ha örök levelet akar reávenni Kun Balázs, megadják, ha ellenzik is. Még egy céhet említsünk meg, még a borbélyoknak is volt céhük. Egy kicsit előre szaladok a történet kedvéért. Az első nagy urbáriumot első Rákóczi György készítette, majd a maga idejében fogunk róla beszélgetni. Abban föl vannak sorolva a borbélyok is,
És ugye Rákóczi arra volt kíváncsi, hogy az uradalomban szolgál-e valaki, és ha nem szolgál, miért nem szolgál. Ez abból adódott, amit említettél, hogy óriási munkaerő hiány volt a hegy alján, mert a szőlő művelés az sokrétű munkát kíván, szinte az egész évben, mert mondjuk, amikor nem kellett mondjuk metszeni, vagy nem kellett kapálni, akkor az erózió által a hegyről lehordott földet, azt kosarakban vitték föl, tehát még abban az időben is nagyon komoly munka várta az embert a szőlőben, amikor kifejezetten magával a növénnyel nem kellett foglalkozni. Szóval Rákóczi rákérdezett, hogy ki szolgál és ki nem, és az egyik borbénál oda volt írva, hogy nem szolgál, és indoklásul a következő olvasható: bíró uram fejét mossa. Ugye a borbélyok azok széleskörű munkát végeztek, mondhatjuk úgy, hogy a korban a higiénia felelősei voltak, foghúzással is foglalkoztak, sebészettel is foglalkoztak, de hát nem szűkült a szakáll és a haj ápolására, de úgy tűnik, hogy ez a borbély ezzel szerzett magának személyes privilégiumot, hogy a bíró fejét mosta, amire Rákóczi felháborodva odaírta, hogy bíró uram, fogadjon szolgát a maga pénzén. Tehát nem fogadta el ezt a fajta kivételes esetet. De legalább innen tudjuk, hogy borbélyoknak is volt céhük. Az esetet, hogyha távolabbi kontextusba helyezzük, azért látjuk a város és az uradalom folyamatos konfliktusát. Ugye az uradalomnak a saját munkaerő szükségletének az optimális biztosítása volt a célja, a városnak pedig az, hogy ezek a céhek minél több jövedelmet termeljenek. Mivel földesúri birtok volt a város, így a földesúr az oklevél ellenére is joggal követelhetett szolgáltatásokat, így gyakorlatilag a belső város kivételével minden lakos kötelezve volt, hogy valamiféleképpen szolgálja az uradalmat is. És maguknak a céheknek a tagjai, az egyes mesteremberek vagy a munkájukkal, vagy a mesterségükkel, vagy más munkával szolgálták az uradalmat. Így fordulhatott elő, hogy adott ember nem a mesterségével, hanem munkával volt kénytelen szolgálni az uradalmat, és... Ilyenkor történt az meg, hogy ha nem is ment őrobotra, nyilván megfizetett valakit. Tehát mint egy bérelte, egy zsellért mondjuk megfizetett, hogy helyette elmenjen robotra. Tehát ilyen értelemben egyfajta pénzgazdálkodás is kialakul a város gazdasági életében. Mindenféle míves embereknek, míveknek jutalma mi légyen, az kiknek céhek vagyon. Rimaszombati György Deák főbíróságában, az úrnak 1621. esztendejében. Szabók mívéről való rendelés. Karasia galléros, avagy hosszú ujjú mente, 50 dinár. Gránát, avagy skarlát, vagy csizmazin nadrágnak váltsága, 35 dinár. Gránát hosszú ujjú mentének, gallérosnak és gallératlannak, 75 dinár. Varga mívekről való rendelés. Asszonyállatnak való sarunak, akár egy talpú, akár két talpú legyen, 60 dinár az ára. Száras cipellőnek az ára 36 dinár. Az csizmadiák mívéről való rendelés. Egy karmazsin száras csizmának az ára 2 forint 50 dinár. Karmazsin kapca 80 dinár. Szattyán kapca 35 dinár. Lyukbőrből csinált száras csizma 80 dinár. Az csiszárok mívéről való rendelés. Egy tisztességes szabja híveinek az ára 1 forint. Frindzsa szabja tisztítása 28 dénár. Az mészárosok bőr eladásáról való rendelés. Öreg ökörbőrnek, az javának az ára 2 forint 50 dénár. Középszerű ökörbőrnek 2 forint. Az valamely mesterember, az rendelt fizetésen kívül, akármi nemű marháját,
áruját drágábban, akárhova valónak eladja, mindjárást az pataki főbíró 1 forinttal büntesse. De ami az uradalom és a város konfliktusát illeti, itt van például a bormérésnek a joga. Ráadásul még a kollégium is belép erre a versenypályára. Az 1572-es oklevél nem ad teljes esztendőre nézve bormérési lehetőséget a városnak, illetve fenntartja a mindenkori tulajdonosnak a jogát 18 hordó borra. Magyarul ez azt jelenti, hogy bármikor mérhetett a város bort, abban az esetben, ha elfogyott az uralkodónak a bora, illetve a földes úrnak a bora. Tehát ha az uradalom már eladta a bort, akkor szabadon árulhatta a város is. Igen ám, csak hogy Dobó Ferenc a kollégiumnak is adott ilyen jogot, és mégpedig úgy, hogy megelőzte a város. Tehát a város a harmadik helyre került. Uradalom, kollégium és a város. Sőt, úgy tűnik, hogy a kollégium párhuzamosan az uradalommal mérhette a bort. Kicsit megint előre szaladunk, 1618-ban így esett meg az, hogy Pünkösdre készülvén a város nem fogyott még el az uradalomnak a bora, viszont szabadon működött a kollégium kocsmája, és valószínűleg olcsóbban lehetett hozzájutni a borhoz, és a város lakosai itt vásároltak. A város megpróbálta ezt megakadályozni, hogy az uradalom borát vegyék meg, hogy végre a város polgárai is hozzájuthassanak a bor árulásához, és ezért őrséget állítottak a kollégium kocsmája elé, hogy akadályozzák meg a polgárokat a borvásárlásban. A diákok ezt sérelmesnek tekintették, fegyveresen kitörtek, és a csetepatéban a városi hadnagy az egyik diákot lelőtte. Ebből nagy probléma lett, és minden esetre a kollégium törvényeinek egy új szabályozását hívta létre ez az esemény, amikor megtiltották a fegyverviselést, de ebből a világon nem lett semmi, mert csak írott malaszt maradt, mert a törvény is hozzátesz, hogy egyébként a közlekedés során, tehát amikor úton van az ember, ugye akkor fegyvert viselhet, ennél fogva a diákok természetesen a kollégiumban is viseltek fegyvert. Hát a bor árulása az egy nagyon komoly kereskedelmi tétel. Úgy tűnik, hogy itt ez a hármasság nem volt konfliktusmentes, kollégium, uradalom és a városnak a bor árulása. Tovább súlyosbította ezt a helyzetet, hogy az uradalom borát nem a város polgárainak borkereskedési árán adták el mindaddig, amíg privilégiumuk tartott és egyedül árulhattak bort, addig jóval magasabb áron árulták, erről korabeli panaszlevelek is tanúskodnak, hogy 4-szer annyi pénzért adta az uradalom addig a bort, amíg monopól helyzetben árult a torzított piacon. Hát ez aztán még inkább aláhúzza ennek a konfliktusos jellegét. Talán azzal zárhatjuk le beszélgetésünknek ezt a részét, hogy a céhek ugyanakkor, miközben egy jogvédő és egy ilyen ipartestület volt, amely ennek az ipartestületnek a jogait is védte, eközben egy vallásos társulat is volt. Ezt a középkorból örökölte ezt a fajta helyzetét. Ha megnézzük a céheknek kiadott leveleket, akkor az ezt hangsúlyozza is, hogy ők egyfajta spirituális közösség is, és a céhmester az minden egyes céhgyűlést egy imádsággal kezdett, sőt, hogyha képzettebb volt, akkor még egyfajta bibliai intés is hozzájárult
az ő mondani valójához. Tehát a cég gondoskodott a tagoknak, mondjuk úgy, hogy a lelki szükségleteiről is, ezt is nagyon hangsúlyosnak és fontosnak tartották. Hogyha így az egészet nézzük, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy egy városnak egy cég a motorjává is válhatott, épp úgy a spirituális területen, mint ahogy a gazdasági területen. Hogyha összegyűlünk hárman, avagy csak ketten, ott vagy mi közöttünk, meghallgatsz kérésünkben. Tartsad meg, Úristen, előttünk járókat. Igazgassad, Uram, mindenő tanácsokat. Terjeszd rájuk lelki és testi áldásidat. Ennek felette adj köziben békességet, és adj csendességet. Adj igaz szeretetet, távoztas közülünk égtelen gyűlölséget. Ránk, im tátott a torkás sok pogány nemzet, sőt, az álnok sátán ellenünk felgerjedett. Kérünk, nagy Úristen, verd meg ellenségünket. Őrizd meg és segéld meg mi kicsin seregünket. Vegyed szárnyad alá mi gyülekezetünket. Minden háborúban oltalmazd meg bennünket. Önök a Sárospataki Református Kollégium történetéről szóló filmsorozat Sárospataki céhek és gazdálkodás epizódját látták. Közreműködött DNS Dénes és Kovács Áron. Köszönjük figyelmüket! Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget! Ember, hallgass ilyen!